Már szedik az almát Nagykállóban. Jelenleg a gála alma betakarítása folyik. Augusztus közepe óta tart az alma szezon, de a nagyszüret még most kezdődött, és várhatóan októberig folyamatosan tart. Ebben a gazdaságban 110 hektáron foglalkoznak almatermesztéssel. Itt jónak ígérkezik az idei termés, a tavaszi fagy nem okozott akkora károkat, mint Európa más részein. Ennek köszönhetően ebben az évben a magyar alma iránt megnőhet a kereslet akár külföldön is, és jobb árak várhatják a termelőket. Ugyanakkor ez megtévesztő lehet, és csak ideiglenesen tudja háttérbe szorítani azokat az évek óta fennálló problémákat, aminek következtében többek között a lengyel alma is egyre nagyobb teret nyer Európában, és már a hazai piacra is veszélyt jelent. Lehet, hogy nem is ebben az évben lesz ez a problémélés, hanem ez a korábbi megkezdődött, és ez általános lesz, és ugye nem csak Magyarországra, hanem gyakorlatilag egész Európára, és ugye főként azokra az országokra, ahol semmiféle úgynevezett puha piacvédelem nem létezik, amikor egy esetleg másodleg levő dömping megjelenik, esetleg úgy is, hogy még támogatják is ezt burkoltan, akkor ez ellen, ha nem lépünk fel, akkor ez már látszik, hogy komoly veszélyeket fog hordozni. A termelő azt is kiemelte, ők mind technológiában, mind gazdasági szemléletben próbálják tartani a lépést a külföldi, jól működő gazdaságokkal. Szerinte ez azonban Magyarországon nem általános jelenség. A hazai fajta és ültetvényszerkezet 25 éve gyakorlatilag csak minimálisan változott, csupán az ültetvények negyede mondható korszerűnek. Ugyanakkor a munkaerőhiány is hátráltatja az ágazat eredményes működését, aminek a megoldását számos termelő a közfoglalkoztatási rendszer átalakításában látja. Egy javaslat lehetne az is, hogy felfüggeszteni a betakarítási időszakra a közmunkát, vagy az is lehetne, volt olyan javaslatunk a kamarán keresztül, hogy abban a 2014-ben, ha elkezdtük a magyar versenyszférába, 30 napot el kell tölteni mindenkinek ahhoz, hogy jogosultságot szerezzen a következő évi szociális ellátás vagy közmunkaprogramban való részvételre, és minden évben hozzá tudni 30 napot, és a 90 napot már mindenki eltölteni a versenyszférába, akkor ez a probléma olyan szinten megoldódna, hogy a betakarítás időszakban rendelkezésre állna, mert mindenki igyekezne ezt a 90 napot begyűjteni, illetve a közfoglalkoztatásban ráfordított összeg 57 milliárddal kerülne kevesebb az ország számára. Az Európai Unióban Magyarország a hetedik legnagyobb alma termőterülettel rendelkezik. Az almások több mint kétharmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Idén mintegy 550 ezer tonna alma várható hazánkban, melyből közel 200 ezer tonna az étkezési. A magyar fogyasztók körében hagyományosan a legnépszerűbb fajta a gála, a golden, a jonagold, az idared és a jonatán.